Van az a régi mondás, hogy a dízelautó az valójában az első tulajdonosnak spórol, a másodiknak már költenie kell rá. Na most egyértelmű, hogy egy modern dízelautónak a legdrágább része az a magas nyomású dízelrendszer. Most azt nézzük meg ebben a műhelyben, hogy hogyan lehet egy ilyet megjavítani, felújítani. Mai vendéglátónk Kocsis Dezső, aki dízelrendszerek felújításával foglalkozik, és igazából amikor azt kértem tőle, hogy próbáljunk meg valamiféle bontást, valamiféle rendszert kitalálni, akkor már elindultunk 100-100 irányba, aztán végül is az lett a konszenzus, hogy maradjunk a komorja technika előtt, meg a komorja technika után, mert talán az a legkövethetőbb dízelrendszereknél. És akkor elővett tél egy soros adagolót. Minek igen, az adagolója ez? Hát ez egy Bobcat, ilyen kis rakodógépnek az adagolója. Hát igazából az adagolóknak a hajnalán ezek a soros adagolók voltak jellemzőek, személyautókon is, először inkább a Mercedes típusokon, aztán utána munkagépeken, hát ilyen van mindenem, mozdonyon, hajón, a nagyobb motorokon ezek a soros adagolók, ezek a jellemzőek. Személyautóról most már teljesen kihalt, a Mercedes 124-es család volt talán az utolsó, amire soros adagolót építettek. Igazából azt lehet róluk tudni, hogy normális használat mellett örök életűek. Ha jól emlékszem, azért hívják soros adagolónak, mert van benne egy ilyen vezérműtengelyszerű bütös tengely, ami emelgeti vannak, a sorban vannak ezek a nyomócső csatlakozások. Terő nevezték el valószínűleg ilyen soros adagolónak. Egyszerű szerkezet? És azt mondtad, hogy ha csak nem történik valami nagyon extrém behatás. Ha nagyon szennyezett üzemanyagot, gondolok itt mechanikus szennyeződésre, homokra, forgácsra, vagy pedig lenn egyéb kémiai összetétel, ha nem passzol, savas az üzemanyag, vizes, rozsdás, akkor ez az életbe tönkre nem megy, ezek a soros adagolók. Ennek a javítása, felújítása, akkor, ha jól gondolom, akkor tömítések. Tönkre mennek benne adagoló elemek, meg egy fejszelepnek nevezett alkatrész, ez a leggyakoribb. Hát rengeteg kilométer után esetleg a tengely csapágyazás, de nagyon komoly kenést kapnak motorolajról, tehát az ilyen tengely kopás, meg tengely csapágy probléma, az rengeteg kilométer vagy üzemóra után fordulhat elő csak. És akkor egy másik jellegzetes megoldás, amivel Magyarországon vélhetően nagyon sokan találkoztak, egy hagyományos Volkswagen dízel adagoló. Igen, ezek a VE rendszerű adagolók, és gyakorlatilag a személy dízel autókon ezek a jellemzőek a kezdetektől fogva. Gyakorlatilag annyi dolgunk van vele, hogy eltisztítjuk először kívülről, belülről, összerakjuk új tömítéssel, szimmeringgel, aztán meg ezen az idős most próbapadon beszabályozzuk. Nagyon szeretném megnézni, de előtte légy szíves még annyit mondj, hogy ugye itt van a modern komorja technika, egy magas nyomású pumpa és a hozzátartozó csúcs, valamint itt vannak még adagolók. Mennyire gyakran fordulnak még elő egyáltalán hagyományos dízelrendszerek ebben a műhelyben? Vagy most már azért úgy kopóban vannak kifele, vagy a mezőgazdaság esetleg még eltartja? Én mindig azt mondanám, hogy a hagyományos munkáknak körülbelül egy 30%-át teszik ki. Az sok, nem számítottam ennyire. Igen, de semmi komoly probléma általában, hanem ez a tömítés, előregedés. Tényleg nagyon sok kilométer volt ezeknek a dízel porlasztó csúcsoknak a cseréje. Kérlek, leseted, mert mutasd meg, hogy ezeken mi tud tönkre menni. Hát itt van benne egy porlasztó csúcsnak nevezett alkatrész. Ez körülbelül egy ekkora kis alkatrész. Hát, nagyjából ez másik típusé. Ez van itt kéznél. Hát ez itt benne helyezkedik el, de ez egy teljes más, egy közvetlen befecskendezéses masináé. Annak ilyen más forma kialakítása, ez közvetlenül a dugattyú tetejére belóg egy furaton keresztül. Ez meg egy előkamrás autónak a porlasztója, ami csak az előkamráig lóg be, és ebbe az előkamrába kezdődik el az égés folyamat, és onnan egy furaton keresztül megy a gáznyomás a dugattyú tetejére. És akkor itt az elhasználódás az tulajdonképpen azért történik, mert a sok nagy van nyomás alá áthaladó üzemanyag kikoptatja a fejet? Abba is van egy ilyen tű, és a tűnek van egy zárókúpja, meg egy emelőkúpja, ahol emeli az olajnyomás hidraulikusan. A zárókúp kopik meg,
meg itt ez a szára. Ezen is látszik, itt szabad szemmel is kopás. És hogyha ezek az a, ez a zárókúp, meg itt ez a felület megkopik, akkor kell cserélni a zárókúp, ha megkopik, akkor már a porlasztási kép nem olyan szép, meg van, amikor eldugulnak furatok. Ez a másik hengeres rész, amikor megkopik, akkor meg ez a résolajnak nevezett dolog, ez növekszik meg abnormál, abnormális módon, és azért kell cserélni őket. Bocsánat, itt a porlasztási képet emlegetted, itt amúgy létrejöhet ilyenkor szúróláng, ami így károsítja a dugót, vagy itt ez máshogy jelentkezik? Hát nem tudom, ezzel a szúrólánggal már sok mindennel találkoztam. Nagyon régen állami dolgozókoromban MTZ-nél, meg Weimar rakodógépnél, amire ráadásul még vízhűtéses is, meg nagyon kis nyomáson dolgozott, vagy léghűtéses is, és nagyon kis nyomáson dolgozott, és azoknál is láttam szétolva dugattyút. Pedig az nem egy feszített technika. Láttam szétolva a dugattyút komorréleknél is. Mértük az injektorát, nem találtunk hibáját, nem hitték, hogy nincs baja, kiküldték Németországba, nem találtak baját. Itt ült a Horváth Tibi bácsi az Audinak a motorfejlesztő, vagy a Rábánál a motorfejlesztő mérnök, és visszaadták a ceglédi műszaki szakértővel az ügyet, hogy nem tudnak állást foglalni. Szét volt olvadva a dugattyú, az injektort én is jónak mértem, Németországban is jónak mérték, mégis szét olvadt a dugattyú. Ha már a mérés... Mondanak róla különböző teóriákat, van, aki úgy gondolja, hogy a vizet bontja fel az autó hidrogénre, meg oxigénre, és akkor van egy nagyon heves égés. Mindent mondanak, én magam nem tudok benne állást foglalni. Volt már olyan, hogy egy 1.4-es Ford motorban mind a négy dugattyú el volt olvadva, mind a négy injektort jónak mértem, a biztonság kedvéért tettünk bele másik négyet, a maradék négyet, amiben megolvadt a dugattyú, egyenként elhasználták még használt tényet injektorként, másik motorokban semmi bajuk nem volt. Kicsit fekete mágia. Nagyon látványos, de mikori gép ez? Hát ez a 60-as évekből körülbelül, de ez a hagyományos rendszerekhez pontosan úgy megfelel, mint amikor legyártották, mert ha 30 évvel ezelőtt jó volt mondjuk egy Volkswagen Golf adagoló méréséhez, akkor most is jó, meg valószínű, hogy ameddig ilyet fogunk javítani, addig ezen a gépen fogunk dolgozni. Ez a része picit egy esztergapadra emlékeztet, nyilván hát azon nincsenek. Ezt úgy kell elképzelni. Igen, ezt akartam kérni, hogy kérlek szemléltesd. Ide felszereljük az adagolót, durván gyakorlatilag. Itt ez a tengely hajtja az adagolónak a meghajtó tengelye, az adagolónak a meghajtó tengelyét, rászereljük ezeket a magas nyomású csöveket, ezen a csövön kapja például az üzemanyagot a próbapadnak a tartájából, itt ezen egy másik csövön visszafolyik a tartályba, és amit pedig mérünk mértértéket, az ide ezekbe a mérő edényekbe csöpök bele szépen, meghatározott löket számmal, meghatározott fordulatszámmal. Tehát, ha jól értem, akkor van egy fordulatszám, amihez tartozik egy érték, és akkor van egy tólig intervallum, amikor megfelelő. Igen, van egy fordulatszám, és itt be tudjuk állítani oldalt, hogy 100 löketnyi üzemanyagot, 200 löketnyi, 500 löketnyi üzemanyagot nyomjon nekünk abban a mérőedénybe, és erre van táblázat, gyári adat, hogyha már kell állítani. Igazából ezt a mennyiséget tudjuk beállítani, előtöltési értéket tudunk mérni, hogy az megfelel a gyári paramétereknek, aztán gyakorlatilag figyeljük, hogy nehogy szivárgás, egyéb probléma legyen. Egyszerű dolgokról van szó ebbe az esetben. Milyen gyakran kerül elő? Milyen gyakran indítják meg be? Hát a naponta 3-4 alkalom. Még mindig? Így, hogy a munka 30%-a a hagyományos adagoló. Hát igen. Szép. A komorrél, ami hát, én megmondom őszintén, tegnap kezdtem el elmerülni abból, hogy pontosan hogy működik a komorrél rendszer, ugye a magas nyomású pumpának csinálja a magas nyomást, majd ez a nagyon finoman vezérelt porlasztó csúcs bejuttatja a hengerbe. Viszont ez merőben más, merőben eltér a hagyományos adagolós technikától.
Ha jól gondolom, akkor most már azért a napi munka részét, a legjelentősebb részét ezt teszi hát ki. Itt a legnagyobb mértékben az a különbség, hogy például egy hagyományos rendszernél ez a pólasztó például be van állítva 155 bárra, ez mindig 155 báron fog porlasztani. Tehát ez alapjáraton is, meg teljes gázon is 155 báron fog porlasztani. Még a common rail technológiánál, ott jellemzően egy alapjárat környéki fordulaton van 300 bár nyomásunk, még egy 4500-5000-es fordulaton már van 1300-tól 2500 bárig típusonként függően, ugye egy sokkal hatalmasabb nyomás, ami egy sokkal finomabb porlasztást tesz lehetővé. Ez ugye teljesítményt is növel, emissziós értéket javít, és ezt csak ezzel a common rail technológiával tudták elérni, hogy egy folyamatos változó nyomáson. És ha jól tudom, nem is egy befecskendezésről van szó egy munkaütemben, legalább négyszer kell neki. Hát azért a legelterjedtebb még mindig az, hogy van egy ilyen pilót befecskendezés, egy előbefecskendezés, az gyakorlatilag egy ilyen égésindító befecskendezés. Úgy tudjuk nagyjából képzelni, hogy amikor a lugattyunk az útjának mondjuk egy háromnegyed részénél jár, akkor van egy ilyen égésindító befecskendezés, ez az előbefecskendezés, vagy pilotbefecskendezés, és amikor elindul a hengerbe egy égés folyamat, arra van egy főbefecskendezés. Ezt általában a motorok egy olyan 2900-3000-es fordulatig tudják megoldani, utána általánosságban a motorvezérlőkészülék lekapcsolja ezt a pilot befecskendezést, mert nincs már rá idő. Annyira gyorsan válik a gyorsan történnek ott a dolgok, és akkor arra már általában nincsen idő. Nekem az a meghökkentő ebben az egészben, hogy ezek az autók elmennek probléma nélkül 250-300 ezer kilométert. Emlegette itt ezt az irgalmatlan nyomást, a nagyon-nagyon precízen megvezérelt befecskendezést, akár többet is, és hogy ezek az alkatrészek, ezek ennyire jól ki vannak találva, ezek ennyire jól bírják. Mi tud ezekben egyáltalán tönkre menni? Ez a Siemens Continental rendszer, ez piezókristályon működik, ez nem is mágnes tekercsel működik. Bocsánat, a piezókristály, ez tök jó, de ugye az emberek nagy része leginkább az öngyújtóban találkozik a piezóval. Hát a piezókristályról annyit kell... Mi a szerepe? Hát annyit kell tudni nagy vonalakban a piezókristályról, hogy elektromos áram hatására ugye alakot változtat, és ahogy a gyakorlatilag elektromos áram hatására megváltozik itt egy több réteg piezókristálynak a magassága, akkor tudja kinyitni a porlasztónak a tűszelepét, az injektornak a tűszelepét, és akkor történik meg a befecskendezés. Még mágneses injektoroknál, mágnes tekercses injektoroknál egy nagyon pici szelep golyót, egy szelep ülékbe egy szelep golyót nyitogat egy furatonna mágnes tekercs, és olyankor történik meg a befecskendezés. Van egy egyenlő nyomás mindkét oldalon, addig amíg a hagyományosaknál egy rugóerővel terheltük a porlasztónak a tűjét, addig a common rail technológiánál egyforma nyomás van nekünk a porlasztónak a tűjén is, alatta is, fölötte is, és amikor megnyitjuk fölül a nyomást, akkor történik, tehát amikor elengedünk a nyomásból fölül, akkor történik meg a befecskendezés, hát nagy vonalakban így tudom elmesélni. Itt kapja a stekkert, az elektromos innen érkezik impulzus. Az elektromos igen, impulzus. Itt van egy résolajnak nevezett visszafolyó mennyiségünk, ez pedig a ott maga pedig betáp. A magas nyomást kapja a közös nyomócsőről. A közös nyomócsövet meg ugye a szivattyú táplálja meg. Ezeknél a rendszereknél mi a jellemzőbb meghibásodás? A csúcs elhasználódása, vagy a pumpa kopása? Hát különböző hibái vannak különböző rendszereknek. Ezeknek a Siemens Continentaloknak megszokott hibásodni maga a piezo kristály, zárlatossá válik, nem olyan teljesítményt nyújt, mint amit kellene. Tönkre megy benne nyilván mindegyik az összesben, mindegy, hogy milyen márkájú vagy gyártmányú, a porlasztócsúcs az egy idő után elkopik. Értem. És maga a pumpa? A pumpáknak is ahány fajta, annyi fajta típus hibája van. Ezek a Siemens Continentalok, ezek egy beépített feltöltő szivattyúval rendelkeznek. Tehát ő el is szívja a tartályról, hogyha nincs megtáplálva elektromos szivattyúval, akkor is. Van benne egy feltöltő szivattyú négy kis lapáttal. Az van, hogy összerág, van, hogy a csapágyazása megy tönkre.
Van rajta kettő szelep, egy mennyiségszabályzó, meg egy hozamszabályzó szelep, azok is tudnak hibásodni, szintén tud folyni. Hát ez a CP1-esnek nevezett szivattyú vagy pumpa. Gyakorlatilag ez volt az első széria. Mondhatjuk, hogy talán a legbeváltabb is, meg a legstrapabíróbb. A működés elvéről annyit tudunk, hogy van benne egy ilyen excenter tengely, és ez a három kis dugattyút, ezeket nyomkurásza, és úgy állítja elő a nyomást. Ezen a CP1-es szivattyún, ezen semmilyen szabályzószerep, semmi egyéb dolog nincs, ez simán egy szivattyú. A nyomás szabályzást azt már a közös csövön, a rél csövön a szabályzó szelep végzi el. Ez csak simán nyomja a gázolajat. Kérdés, hogy ez itt egy golyós, egy siklócsapágy? Siklócsapágy, minden. Siklócsapágy? Siklócsapágy van a tengelyen is, meg ezen a kis excenter. Hogy kap kenést? Gázolajtól. A gázolajkeni. Igen. Teljes belsejét a gázolaj keni. Ez azért egy nagyon egyszerű eszköznek tűnik, de azért az emberek úgy szívszélhűdést szoktak kapni, amikor egy, fel kell újítani egy magas nyomású pumpát. Van egy nyomó. Mi megy tönkre? Hát ennél, ezek a CP1-esek is általában csak folyás problémájuk van. Aztán van benne ez a nyomóelem. Ez egy egészen egyszerű szerkezet. Kis lugattyúval. Van alatta egy szelep, aminek kettő szelepe van, egy szívó, meg egy nyomó szelep. Aztán az így végzi a dolgát nagy szorgalommal, nem nagyon tud baja lenni. Aztán elkezdték ezt is fejleszteni, addig fejlesztették, hogy a legújabbak már az én szememben egyáltalán nem megbízhatóak. Őt követte még a CP3, ami egy nagyon megbízható szerkezetnek tartom. Ezekkel is gyakorlatilag nagyon ritkán van hiba. Akad itt némi befecskendező csúcs, de hogy így zajlik a tesztelés. A Siemens Continental injektorok esetében először is egy ilyen terheléstesztet végzünk el a piezokristályokon. Szoktak teljesen zárlatosak lenni, meg van, amikor csak a nem megfelelő értéket adja. A teljesen zárlatos, meg ha nem megfelelő értéket ad, akkor további mérésnek már igazából nincsen értelme. Uh-huh. A teljesen zárlatos meg valószínű, hogy még a próbapadot is károsítaná. Ha megfelelő értéket mérünk, utána szereljük be a próbapadba, és ott tudunk rajta átfolyt mennyiségeket mérni, mind a visszafolyó mennyiséget, a résolajat, mind pedig a befecskendezett mennyiségeket. Jól értem, akkor ez itt egy diagnosztika, az pedig ott egy próba. Igen. És ezek a gépek pedig, ezek a konzolok a szétszereléshez, összeszereléshez? Ezek a szét összeszereléshez, meg a mágnestekercses rendszerű injektoroknak a golyóút mérésére szolgál ez a berendezés, ez meg a szét összeszerelésre például. Azért ez egy nagyon, nagyon kompakt alkatrésznek tűnik, zárt. Hogy lehet ezeket javítani, és egyáltalán, hogyha cserélni kell, akkor mit lehet cserélni? Hát oké, megvan ez a külső váz. Itt az, a Siemens hogy... rendszert én személy szerint nem javítom, mert nincs hozzá megfelelő alkatrészellátás. Adnak hozzá újabban már úgy tudom, hogy porlasztó csúcsot, eredetit, de például ezt a piezo kristályt a tetején, ezt tudomásom szerint eredeti újba nem is nagyon lehet megvásárolni. Ezeket én nem javítom. Bevizsgáljuk, adunk helyette újat, vagy vannak használt jó injektoraink, akinek arra van igénye. A Bosch rendszerűeket javítjuk, amelyiket lehet. Azokból is a legújabbakat már nem lehet javítani, nem is biztosít hozzá a gyártó pótalkatrészt, meg igazából a javításhoz technológiát sem. Hát itt ez a robotti gyártmányú gép, amit van, aki jónak tart, van, aki nem. Én 2007 óta ezt használom, vagyis hát kettő van belőle. Én meg vagyok vele elégedve. Mennyire volt nehéz az átállás a hagyományos dízel rendszerekről, az adagolós rendszerekről, erről volt, a komorján rendszerre? Annyiból volt nehéz nekem elkezdeni az egészet, hogy ott a 90-es évek elején gyakorlatilag még nem nagyon volt kitől tanulni. Az addig megszerzett dízel alapokat próbálta az ember
logikusan használni, mert nem volt igazából ott a 90-es évek elején oktatás, hát azóta is igazából nagyon sok mindent az ember saját maga kell, hogy megoldjon. Vannak a Bosch-nál oktatások, de én nem vagyok a Bosch-sal közvetlen szerződésben, és igazából azokon azt hiszem, hogy nem is nagyon vehet részt olyan, aki nincs közvetlen kapcsolatban a Bosch-sal. Voltam Olaszországban, itt tanfolyamokon nagyon okos dolgokat mondtak. Minden nap lát az ember újat, és valahogyan meg kell oldani. Akkor is, hogyha arra nincs igazából olyan konkrét dolog, amit valaki megtanított volna. Miközben itt beszélgettünk, bekerült az új csúcs. Ilyenkor egy előre meghatározott program van? Vagy ilyenkor, ez mindig a csúcshoz hangolódik hozzá? Ilyenkor kijelöljük az alkatrésznek először is a gyártmányát. Tehát kijelöljük azt, hogy itt most egy Bosch injektorról van szó. Kijelöljük az alkatrésznek a cikkszámát, hogy 0445110564, és akkor ide kitesszük, hogy ezt most a kettes mérésponton mérjük, és innentől a gép tudja az adatokat. Tehát én ugye nem tudhatom több százfajta injektornak az adatait. Kijelöljük az injektor cikkszámát, és ott utána tudjuk indítani a mérést, és a gép csinál egy automatikus tesztet az egészről. Ez látványos? Fogunk valamit kívülről látni? Vagy csak zárt itt rendszer az egész, mert itt azért elég magas nyomások lesznek majd. Emiatt kérdezem, hogy szó volt ezekről az 1500-2000 bárokról, hogy... Hát itt is nem tudom fejből mennyi lesz, de majd látni fogjuk. Valószínű, hogy ennél az injektornál még lehet, hogy 2000 bár is lesz. És ez egy zárt rendszer, nyilván itt nem fröcskölhetünk 2000 bár nyomással. Ha behoznak egy ilyen dízelrendszert, most hivatkozzunk így rá, hogy akkor hogy a nagynyomású pumpa és a csúcsok, és teljes felújításra van szükség. Ugye pont ennél a most tárgyalt csúcsnál mondtad, ilyet nem javítotok, itt inkább csere van, viszont javítjuk. Szóba kerülhetnek tömítés cserék. Hát, ha esetleg szivárgás, folyás van, azt tömítjük, utána a próbapadon ellenőrizzük, hogy ilyen munkát sikerült végeznünk, aztán a javításnál meg azért gazdasági megfontolást is figyelembe szoktunk venni, mert hogyha többe kerül javítani, mint amennyi mondjuk tudok adni egy jót, ami már készen van, akkor nem javítgatjuk. Aztán van olyan, amiben esetleg nem tudok adni, azt javítjuk, ha van hozzá alkatrészellátás, van... Ez lett volna a kérdés másik fele. Némelyikhez van alkatrészellátás, másikhoz nincs. Ez mindig a konkrét dolgokról tudok konkrét felvilágosítást adni a megrendelőnek, hogy az ő esetében mi az, amit legjobb megoldásnak tartok. De mégis azért egy tólig, egy nagyságrendi összeget jól lenne tudni. Ha csak megmérjük, mert gyanakszanak, hogy esetleg baja van, az nálunk 20 000 forint, és általában a szivattyúkat nagy részt 90%-ban megmérjük, akkor azt mondjuk, hogy az úgy rendben is van. Ha folyik, akkor egy ilyen tömítéscsere az nagyságrendileg egy olyan 45 000 forint, abban benne van a tömítés ára, a munkadíjunk, a próbapadi mérés. Nagyjából ez jellemző a szivattyúkra. Injektoroknál szintén óriási szóródás van, egyáltalán javítható, vagy nem is javítható. Az helyett is, hogy tudunk adni megfelelő állapotot, vagy nem, vagy csak újat. Tehát igazából ilyen árról nem érdemes beszélni, csak akkor, amikor konkrét dologról beszélünk, mert óriási a szóródás. Sokszor csak két új injektort megfog az ember a kezébe, teljesen egyformának tűnik, és az egyikből az új is dupla annyiba kerül, mint a másik. Más a cikk száma, de nem tudom megmondani, hogy ezek pontosan miért vannak. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen.